Magyarországon mintegy 2000 gombafaj létezik, de ezek közül csak néhány száz az, amivel találkozhatunk gombászás alkalmával. Itthon a leggyakrabban fogyasztott gombafajok a teljesség igénye nélkül a csiperke, őzlábgomba, vargánya, rókagomba. Sok gombafaj nő a kijelölt turistautak mellett vagy közvetlen közelében, így ha lehet, ne térjünk le a kijelölt ösvényekről. A sóstói erdőben szokták kezdeni általában az emberek, utána átmennek a baktai erdőben, vagy pedig a környék akáca erdőit szokták megnézni. Az őszi gombák a túlnyomó többségében a őzlábgomba, a pereszkék, jönnek a gyűrűs tuskó gombák. Hát elég sok, ősszel nagyon sok gombánk van. A gombák megjelenése jelentős mértékben függ a környezeti tényezőktől, különösen a csapadék mennyiségtől. Tulajdonképpen, ha nincs eső, nincs gomba sem. A legbiztosabbra akkor mehetünk, ha meleg időben néhány napig esik az eső, ezt követően 8-10 nap múlva bőségesen találhatunk gombákat. Van egy erdőtörvény, ami azt jelenti, hogy a lakossági felhasználása 2 kilót lehet szedni mindenkinek. Gyilkos galócánál szoktott a galócáknál nem szabad összetenni más gombákkal. Tehát általában ott is látszik, hogy meg lehet különböztetni akár szín alapján, vagy kalap alapján, vagy alak alapján, és azt mindig külön kell tenni, külön szatyorba, vagy külön kosárba. A kosár fontos kellék, hiszen a gombák nagyon érzékenyek, könnyen törnek, így zacskóba nem érdemes gyűjteni őket. Elengedhetetlen, hogyha a legközelebbi szezonban is szeretnénk gombát szüretelni, késsel vágjuk le a termőtestet, és ne húzzuk ki a földből.